Átadásra került a Fonyódi Kajakkenu túrapont. Hatalmas érdeklődés a Balaton átevezésen. Ezen a nyáron is megkerülték kerékpárral az általános iskolások a Balatont. Július 2-án átadásra került a régi vízitelep területén újonnan kialakított csónakház, mely a Balaton körüli 7 kajakkenu pont egyik állomása. A beruházás Európai Uniós, illetve önkormányzati forrásból valósulhatott meg. Az ünnepség Hídvégi József polgármester köszöntő beszédével vette kezdetét. Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, tisztelt vendégeink! Fonyodváros önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles ünnepen, hiszen minden ilyen átadás ünnep a város számára. Legyen az 16 milliós, legyen az 600 milliós beruházás, minden egyes beruházás fontos a város számára, hiszen mindig egy újat jelent. Újat jelent ez a sportcsarnokunk építésekor, az óvodánk felújításakor, az iskolánk felújításakor. Mindig egy újnak a kezdetét jelenti, és itt szeretném kifejezni köszönetemet a Kajakkenu Szövetségnek, hogy Fonyódot választotta a 7 állomás közül állomásnak, hiszen ezzel egy újabb lehetőség nyílik meg a fonyódi turisták, a fonyódi gyerekek és az ide látogatók számára. Ez a vízitelep, ez egy nagyon régi hagyományokkal rendelkező vízitelep, ahol látjuk már a régi épületek idejét múltak, azonban maga az elv, a fonyódi gyerekek, illetve az ide látogató gyerekek oktatása, nevelése, a vízhez való szoktatása, a vízi járművek, kajakok, szapok, kenuk használatának a megtanulása nagyon fontos számunkra, hiszen ezek a gyerekek várhatóan egyszer majd turistaként visszajönnek Fonyódra, a fonyódi gyerekeknek pedig lételem, hogy ismerkedjenek a vízzel, és tudják a vizet használni, és ne legyenek életveszélyben, ha kimennek a vízre. Ezért is fontos számunkra ennek az épületnek az átadása, hiszen egy új dolog kezdődik, ennek a vízitelepnek a felújítása kezdődik ezzel az épülettel, és nyilván innétől kezdve már terveik is vannak a következő épületek felújítására és megvalósítására. Köszönöm, hogy minket választottak partnerül, és reméljük, hogy Fonyód jó partner lesz, és népszerű lesz a kajakkenu, mint ahogy a kerékpározás is, ami 20 éve kezdődött. Most egy körbe evezzük a Balatont akció kezdődhet, ahol a vízisportot szeretők egy újabb élménnyel gazdagodhatnak. Beszédet mondott a fejlesztések fontosságáról, a térségben elkészült beruházásokról Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője, Révész Máriusz az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, és Schmidt Gábor a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. Nem csak nekünk somogyiaknak, de minden magyar embernek az egyik legnagyobb kincse a Balaton. És még néhány évtizeddel ezelőtt az volt a gyakorlat, hogy eljöttek az emberek, kifeküdtek a partra, meg csobbantak a vízben. Ma már teljesen mások az igények. Részben rövidebb időt töltenek itt egyszerre a családok, részben pedig aktívabban szeretnék eltölteni azt az időt. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megújuljon a Balaton körüli bringakörút, és most, hogy Fonyódon ez a kajakkenu pont átadásra került elsőként a Balatonon, amit majd több fogja követni, nem csak körbe biciklizni, hanem körbe evezni is lehet már, vagy körbe lehet evezni a tavat. Szerintem ez egy olyan vonzó attrakció, ami nagyon sokak számára kíváncsiságot fog kielégíteni, és én magam is azt mondtam, hogy lehet, hogyha nem is egybe, de több darabba szívesen körbevezném. A tó felől is föl lehet fedezni ezt a csodálatos vidéket. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az aktív pihenés fontosságára és ezen tevékenységek megvalósításához szükséges feltételek kialakítására hívta fel a figyelmet. A magyar kormány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozon, és ennek nagyon fontos része, hogy a szabad időnket, szabadságunkat hogy tudjuk eltölteni. Ráadásul megváltoztak az igényeink a szabadságunkkal kapcsolatban. Régen ugye 2 hétig itt szívesen pihengettünk, napoztunk a Balatonon, már sokkal inkább a kalandokat, élményeket keressük, és
Hát azt hiszem, hogy ezek a vizitúra megálló pontok, ezek pont azt a célt szolgálják, ezeket a kalandokat a gyerekektől az idősekig mindenki meg tudja találni. És ráadásul ezek a vizitúra megálló helyek, ezek nem csak a vizitúrázókat fogják kiszolgálni, hanem például a kajakos, illetve a kerékpárosokat is, akik egyébként itt ugyanúgy megállhatnak, pihenhetnek, és ha mondjuk pihenésképpen a sok biciklizés után szeretnének egy nagyot evezni, akkor arra is lehetőség van. Az egész országban folyik ez a program, Magyarországnak rendkívül sok színes vize van, a Tiszától a Bodrogon keresztül a Rábán, a Balatonon, a Tisza tavig lehet sorolni őket. Több mint 150 vizitúra megálló helyet fejlesztünk a Magyar Kajakkenu Szövetséggel, és hogyha ezek a fejlesztések megvalósulnak, akkor Magyarország egy igazi vizitúra paradicsommá válhat, amire nem csak a magyar határokon belülről lesznek kíváncsiak az emberek jó esélye, hanem nagyon sokan fognak jönni külföldről is, és bízunk, hogy ezek a lehetőségek, ezek nagyon-nagyon sok embernek az érdeklődését felkeltik, és nekünk itt magyaroknak is segítenek abban majd, hogy kicsit egészségtudatosabban, mozgásgazdagabban, természetközelében éljük az életünket. Első körben 7 túrapont lesz, ami már önmagában egy hatalmas előrelépés, mert ilyen jó erőben lévő emberek így már nekivághatnak, és tulajdonképpen körbe elvesztetik a Balatont. Nagyon sokáig ez ilyen megvalósíthatatlan álomnak tűnt, de most már neki lehet vágni. Én bízom benne, hogy nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy hatalmas az igény erre, és ez ki fogja követelni, hogy további vizitúra megálló pontok épüljenek, és lesz majd még 7, majd azt követően még 7, és egy egész sűrű hálózat alakul majd ki. Én azt tudom elmondani, hogy tavaly a Magyar Kajakkenu Szövetséggel úgy döntöttünk, hogy elindítjuk a Balaton átevezést, innen Fonyódról indul, és már tavaly is nagyon sokan voltak, de az idei évben már az előnevezések során megdőlt ez a rekord, úgyhogy ha jó idő lesz, akkor biztos, hogy sokkal többen lesznek, mint tavaly. Tehát az embereknek van erre igényük. A kajakozásnál, vízitúrázásnál eddig nem voltak olyan szabadidős sportrendezvények, mint mondjuk a futásnál, kerékpározásnál. Kiderült, hogyha csinálunk ilyeneket, akkor lesznek. Én nekem meggyőződésem, hogy kell még vízitúra megálló helyeket csinálni, kell még programokat szervezni. Ezért indítottuk el például a vándortábor szervezést, annak is van vízitúrás vándortábor része, és nagyon-nagyon gyorsan fog növekedni az igény, mert tényleg ez a kenuzás, ez a vízitúrázás, az tényleg olyan, hogy 10 éves kortól 90 éves korig, de lehet, hogy a 100 éveseket se akarom megbántani, szinte mindenki üzhet, és azt hiszem, hogy mindenkinek ez nagyszerű élményt jelent majd. Én azt gondolom, hogy a vízisportközpont életében egy komoly mérföldkő afelé, hogy a fejlődést most már látjuk, a fejlesztéseket látjuk, és bízunk abban, amit a polgármester úr is mondott, hogy ez az infrastruktúra fejlesztés, ez most nem állít meg, hanem haladunk tovább. Idén nyáron is természetesen a vitorlás táborainkat építjük, emellett már tavalyi évben is bevontuk a foglalkozásaink körébe a kajakkenu foglalkozásokat. Tulajdonképpen magát a vitorlás tábort is szeretnénk, hogyha maga a vízisportközpont egy vízisportközpontként működne, ezért a vitorlás táborban is a hangsúlyosságot a vízisport eszközök használata adja már. 8 éves kortól várjuk a gyerekeket, és tulajdonképpen felső korhatár nincsen, mivel táborozásról beszélünk, természetesen elsősorban ez a gyerekeknek szól, a felnőtteket pedig kiszolgáljuk a különböző vízisporteszközeinkkel, ilyenek a most átadott kajakkenu tárolóban lévő eszközök is. Hát a plusz feladat természetesen majd az, hogy ezt a létesítményt megfelelően tudjuk működtetni. Természetesen ez az önkormányzattal közösen, illetve a városüzemeltetéssel közösen indul, és aztán meglátjuk majd, hogy milyen irányt vesz. Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke a Balaton környéki 7 túrapont kialakításáról és az országos vízitúrahálózat kiépítésének további terveiről nyújtott tájékoztatást. Nagyon fontosnak tartjuk mindig a bejárhatóságot, tehát minden helyszínen legyen ez a Felső-Tisza, Alsó-Tisza, Körösök, a Balaton. Az nagyon fontosnak tartottuk, hogy úgy alakuljanak ki a pontok, hogy azok elérhetők legyenek egy szabadidős sportoló számára is, tehát ezek leveszhetők legyenek. Hogy itt a Balatonon ugye Siófok, Balatonszemes, Zamárdi, Fonyód, Keszthely, Révfülöp,
Balatonfüred lesznek ezek a pontok. Még egyébként Révfülöp és Balatonfüred között majd még szeretnénk legalább két helyszínt létesíteni, de első körbe ez a forrás erre volt elégséges. És nagyon-nagyon örülünk annak, hogy Fonyód önkormányzata a partnerünk lett, mert elsőként itt tudjuk most átadni ezt a létesítményt, ezt követi majd a szemesi és a keszthelyi átadó, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy egy jó partnerségben tudtuk ezt megvalósítani, és másrésztről pedig ugye már tavaly évben is itt rendeztük meg a Balaton átevezést, aminek óriási sikere volt, hiszen ki ne akarna a Badacsonyhoz átevezni, hiszen ez egy gyönyörű háttér minden tekintetben, aki nekivág ennek a útnak. Közel 1600 nevezés van már most, úgyhogy egyértelműen úgy gondoljuk, hogy át fogjuk lépni a 2000-es számot a hétvégére, hiszen tavaly is az volt a tapasztalat, hogy az utolsó héten még rengetegen döntötték el, hogy jönnek, főleg, hogy most látjuk, hogy jó idő lesz, szerintem egyre többeket fogunk még ide csábítani, megy a kampánya is az eseménynek természetesen, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagy élmény lesz mindenkinek, aki ide jön, úgyhogy most innen is bátorítok mindenkit, hogy aki még nem döntött el, jöjjön, jó idő lesz, jót lehet majd evezni, és természetesen a parton nagyon-nagyon sok kísérő eseménye, programmal és élményekkel várunk mindenkit. Nagyon-nagyon szeretnénk egyre több programot csinálni a Balatonon. Többek között a múlt héten egyébként már egy Harbor Summit elnevezésű rendezvényünk volt, ahol szörfkajakokat és szappokat lehetett kipróbálni, és rendeztünk is ilyen versenyt. Ugye látjuk és érzékeljük, hogy ez a szapp egyre népszerűbb a világban, ugye ez nagyon egyszerű, egy deszkára csak föl kell pattanni, mint egy lóra, és utána pedig egy lapáttal lehet evezni. Ez egyre népszerűbb, rengeteg szapp egyébként itt a Fonyódi ponton is mindegyik ponton elérhető, hogy mi azt gondoljuk, hogy ebben egyre több hazai eseményt szeretnénk rendezni, illetve arról is beszámolhatok itt most, hogy a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséggel megállapodtunk abban, hogy a következő két éven belül egy világbajnokságot is szeretnénk itt a Balatonon megrendezni. Ők erre nagyon bátorítanak minket, hiszen a SAP nagyon benn van a levegőben, hogy akár a 2028-as olimpiai programba is felkerülhet, úgyhogy nyilván erre mi készülünk. Másrészt pedig én azt hiszem, hogy a Balaton az egy fantasztikus lehetőség a vízisportok számára. Mi eddig kevésbé voltunk jelen a Balatonon, hiszen azok a versenysport kajakok a hullámos vízre kevésbé alkalmasak, amelyekkel mondjuk például Minskben most ugye fantasztikusan szerepelt a kajakkenu válogatott, de ezek az új típusú eszközök, ezek az új szakágak, amelyeket a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség is fölkarolt, viszont abszolút alkalmasak, hogy én azt hiszem, hogy ez egy jó lehetőség, és soha nem csak a versenysportról beszélünk, hanem tényleg arról beszélünk, és ezt itt Révész Máriusz kormánybiztos úr is elmondta, hogy azt tűztük ki célul, hogy mindenki a szabad idejében a lehetőség szerint sportoljon, és természetesen, hogy mi vizes sportágbeliek azt szeretnénk, hogy aki a szabad idejére dönt, az a vízi sportokat választja, és ebben azt hiszem, hogy mi partnerek leszünk. Köszönjük szépen is! Köszönjük az együttműködést, sok ilyen együttműködésben legyen részt! Polgármester! Valaki szeretne interjút készíteni a jelenlévőket? Cella, Rivas, Tony Dark Eyes. Hoy me encuentro en algún lugar donde el sol calienta mi cuerpo. Solo quise el tiempo parar. Fui para ti, tú para mí, sin secretos. Si te vuelvo a ver, no me detendré para decir lo que yo siento. A 8 éves múltra visszatekintő Fonyód-Badacsony Fonyód útvonalon szervezett Balaton átevezést idén második alkalommal rendezték meg a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezésében. Rekordszámú résztvevőre és ragyogó napsütésre számíthatott, aki kilátogatott az eseményre, amely hivatalosan a sárkányhajók látványos rajtjával vette kezdetét. Hát a víz teljesen kiváló volt, én nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen lehet.
visszafelé volt egy kis hullámok, oldalhullámok, de szinte kormányozni sem kellett. Ez a csapat most úgy állt össze, hogy nagyot akar menni, és hát hajtott is végig rendesen. Én is hajtottam őket, kérték is, hogy hajtsuk, és folyamatosan nyomták és erősítettek újra. Úgyhogy amikor először mondtam nekik, hogy mennyivel van mögöttünk a következő hajó, 10-15 hajónyival, akkor majdnem mindenki hátrahelyezett, hogy hülyeskedek vagy nem. A rengeteg résztvevő között a kajakkenu sport kiemelkedő versenyzői is képviseltették magukat. Sziasztok! Meg szeretném kérdezni, hogy honnan érkeztetek? Én Szászolombattáról. Hányadik alkalommal vesztek részt a versenyt? Második alkalommal. Miért indultok? Mert óriási buli. Rengeteg nagyszerű ember, különféle hajók, jó hangulat, csodálatos idő, tehát itt kell lenni. Szeretném én is azért megismertetni az emberekkel maga a mi sportágunkat. Egyrészt, másrészt, ez tényleg jól mondta Robi, hogy ez egy nagyon jó buli, tehát ki ne akarna a Balatonon kajakozni, szápolni, mindenféle vízi járművel ebben részt venni ebben a kötetlen buliban, úgyhogy remélem, hogy mi is hozzájárulunk, hogy jövőre még többen legyünk. Megmondom őszintén, hogy hiányzott már a mozgás, most már egy jó ideje nem sikerült hajóba ülnöm, körülbelül egy éve, úgyhogy gondoltam, hogy eljövök és megmérettettem magam itt a többiekkel. Igazából azt gondolom, hogy nagyon jó buli, és mindenképpen élvezzük azt, hogy kint lehetünk a napfényben, és ilyen sok emberrel közösen együtt a Balatont átheveztetjük, úgyhogy úgymond hivatalosan és biztosítóan az esemény. Ugye minden szempontból ez azt gondolom egy nagyon nagy dolog, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan, ugye több mint 2000 ember nevezett erre az eseményre. Mit gondolsz, mennyivel másabb itt a nyílt vízen, mint kijelölt pályán haladni? Hát sokkal izgalmasabb, azt gondolom, sokkal jobban mozog, ugye nagy a vízfelület, itt az időjárás, itt a Balatonnak elő van egy nagyon pici mozgása, közben itt a hajók ugye mennek egymással szemben, kicsit lötyög, kicsit más azért, mint egy versenypályán úgymond kajakozni, illetve kenúzni. Úgyhogy azért más kihívás elé állítja az embereket. Na, Balaton ez egy extrém pálya nekünk, azért nem nagyon szoktunk ilyen hullámos vízen kajakozni, mi is gyorsasági kajakozók, úgyhogy ez nekem is kihívás lesz. Ez tényleg inkább ilyen szabadidő jellegű kirándulás, tényleg csak azért, hogy az ember jól érezze magát és természetben legyen. A Fonyódi Kutyás fürdetőhely területén és annak szomszédságában megrendezett eseményen természetesen nem csak evezni lehetett. A különböző sporteszközöket gyártó és forgalmazó cégek kitelepültek a helyszínre, és magukkal hozták legújabb fejlesztéseiket is. De a gasztrósoron az is megtalálta számításait, aki megéhezett vagy megszomjazott a 9 kilométeres táv teljesítése közben. Több mint fél százan dolgoztak a helyszínen a rendezvény sikeréért, köztük a Fonyódi Turisztikai Egyesület munkatársai is. Elég nagy létszámmal készültünk, és ez látszik is most, hogy nagyon úgy tűnik, hogy gördülékenyen megy a vízreszállás. Hogyan értékeled eddig a mai napot? Abszolút sikernek, nagyon nagy sikernek, de nem csak a mai napon. Már a hét folyamán látszott, hogy sokan neveznek, hatalmas az érdeklődés. A számok ezt tükrözik is. Tavaly összesen 1500 fő indult, most már 2093 nevezőnél vagyunk, és jelenleg még zajlik a helyszíni nevezés, tehát mindenképp ez szerintem a sikerszóval leírható. Én azt gondolom, hogy fantasztikus. Amikor megérkeztem ide, és így elnéztem Badacsony irányába, hogy ennyien kajakkal, kenuval, evezős hajóval, sárkányival, száppal, ugye az is nagyon népszerű, mennek át, és így özöllik a nép a vízleszálláshoz. Hát én azt hiszem, hogy ez egy kajakkenusnak nagyon nagy élmény, hogy ennyien vágnak neki, és a mi sportágunkban, a mindennapokban is azt gondolom, hogy készültek erre az eseményre. Úgyhogy én ezt nagyon nagy sikernek könyvelem el, különös tekintettel, hogy 2000 fölött vagyunk az indulók létszámában, abban ilyen 1300-1400 fő volt. Látszik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, úgyhogy ma az idő is kegyes volt hozzánk, a Balaton is, úgyhogy szerintem nagyon nagy élmény mindenkinek, aki ma itt van. Miért fontos Fonyód életében ez az esemény?
minden rendezvény fontos Fonyód életében, de az, hogy egy Balaton átevezés Fonyódon és Badacsony között történik meg, és főleg fonyódi induló és érkező ponttal, ez egy országos hírű hírnevet ad a városnak. Szeretném megköszönni a Kajakkenu Szövetségnek, hogy Fonyódot választotta, illetve a fonyódi 8-10 éve indult hagyományra építette ezt az átevezést, és hát egy óriási lendületet adtak annak az átevezésnek, amit Lehel képviselőtársam kezdeményezett még annak idején, és 8 évig szervezték úgy, hogy 70-80 átevező volt, és hát óriási lendületet adott a Kajakkenu Szövetség által szervezett vagy mozgósított tömegeknek. Az idei átevezésre több mint 2000 embert várunk, és hát látszik már most, hogy óriási sajtója van, óriási média értéke van, és itt szeretném megköszönni a kutyásoknak a türelmet. Igazából máshol nem tudtuk volna ilyen színvonalasan megszervezni ezt a rendezvényt, és köszönjük a türelmet, hogy a mai napon kihagyják a kutyástrandot, holnaptól már várjuk őket ismételten. Jövőre várhatóan újra vízre szállhatnak a vállalkozókedvűek Fonyód és Badacsony között. Aki idén nem nevezett, az jövőre jöjjön. Ez egy olyan esemény, amire mindenkit várunk. Egyetlen egy kitétel van, hogy kézzelhajtott eszközzel kell nekivágni ennek a távnak. Ezen kívül megkötések nincsenek, bármilyen vízi eszköz, hajó, csónak, száp, kinek mihez van kedve, azzal várjuk a jövő évben. Hosszú évek óta hagyománya van Fonyódon egy kerékpártúrának, ami az idén is megvalósult. Tekintsünk egy kicsit vissza, hogyan indult ez a hagyomány. 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor úgy gondoltuk, hogy itt van ez a csodálatos tó, és körbe kellene biciklizni a gyerekekkel. Ezt azért is gondoltam én akkor, mert igazából a mozgás nagyon fontos, nem csak a felnőtt, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek életében is, és ilyen gyerektúra még nem volt a mi iskolánkban, és innentől kezdve indult, először kevesebben, aztán mindig többen lettünk, végül már külsősök is becsatlakoztak, illetve a volt tanítványaink is. Pontosan így volt ez az idén is, már nem csak azok a gyerekek, akik ide járnak, hanem a végzős nyolcadékosok, unokatestvér, tehát azt gondolom, hogy azért a hír terjed, és a jó szokások megfogannak az emberekben. Az idei évben hogy történt a szervezés, hogy voltak az állomások, és hogyan lehetett erre jelentkezni? Az idei évben rengeteg nyári program van, mivel az EFOP pályázatok, mondhatjuk, hogy döntik a táborokat és a nyári napköziket, ezért egy kicsit nehezebb volt a szervezés, hiszen megoszlottak a gyerekek is. Nálunk az iskolában van nyári napközi július 26-áig, illetve volt egy olyan pályázati finanszírozású nyári napközis táborunk, ahol rengeteg program várt a gyerekeket, illetve a zeneiskola is csinált tábort, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok felé mehettek a gyerekeink, de akik biciklizni szeretnek, ők eljöttek, ha csak nem akadályozta valami őket. Tehát egy kicsit ezért nehezebb volt a rákészülés, a szervezés, mert maguk a gyerekek se tudták, hogy mikor érnek rá. Annyiban volt más ez az év, hogy vannak olyan érettségiző gyerekeink, akik kicsi gyerekkoruk óta jártak velünk, és ők érettségiztek, tehát az idén sajnos kimaradtak, illetve betegség jött közbe, tehát ez az év egy picit zökkenőkkel teli indult, de azt gondolom, hogy a vége nagyon jó lett, és mindannyian nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Milyen állomások, milyen programok szerepeltek ebben a túrában? Az állomásaink nagyjából fixek, hiszen a távokat próbáljuk arányosan elosztani. A szállás az mindig befolyásolja, hiszen az első megálló Siófok lenne, ahol viszont elég nehéz szállást találni, ezért az idén Szántódon szálltunk meg, de ez azért volt nagyon jó, mert így volt időnk a délutánt a kalandparkban tölteni. Elmaradhatatlan a kalandpark, legfeljebb valami más program válthatja ki, de a gyerekek még mindig a leginkább ezt szeretik.
és végigcsinálták a pályákat, tehát mondhatom, hogy fáradhatatlanok voltak az első napon. A második nap egy picit nehezebb, hiszen elkezdődnek az emelkedők. Almádiban szálltunk meg a két tannyelvű gimnázium kollégiumában. Ez is már egy hagyományos szálláshelyünk. Aztán következett Zánka, a lovas udvar, ami azért nagyon különleges, mert magunk főzünk ott egyrészt, másrészt pedig egy hatalmas, nagy füves tér az egész, szabadon lehetnek a gyerekek, játszhatnak, rendkívül jó a levegő, nyugodtan tudnak aludni, tehát ez nagyon kell a harmadik napon, és az utolsó állomás Gyenesdiása, az általános iskola, ahonnan már fél nap alatt hazaérünk. És ha már ez a túra befejeződött, még ezen a nyáron mire készülhetnek a gyerekek, milyen programok várják őket? Rengeteg testvérvárosi program van most Fonyódon, tehát egyrészt a mi gyerekeinket is szeretnénk bevonni ezekbe a programokba, hogy vegyenek részt, legyenek együtt ezekkel a gyerekekkel, illetve folytatódik még a napközis tábor, a napközi egészen július 26-áig, és augusztus elején lesz egy művészeti tábor még itt az iskolában, tehát mondhatjuk, hogy az egész nyarat átölelik a programok, aztán következik a gyerekeknek még 3 hét iskola nélküli pihenő, de a pedagógusoknak persze már akkor kezdődik a következő év tervezési munkája.